csomizók, Kiki vagyok. Ma kaptam egy rózsaszín dobozt, és ugye ez a kedvenc színem. Majdnem, hát, picit rózsaszínesre van festve a körmöm, de inkább vörösnek mondanám. Nézzük, hogy mi van a dobozban. Egy csomó színes vatta. Jó, nem annyira színes, de pasztelszínek. És itt van a kérdés. Nyissuk ki. Hová utaznál a legszívesebben? Fú, srácok, hát én a legszívesebben Amerikába utaznék, annyira szuper lehet, tuti, hogy imádnám. Annyira szép az idő meg minden, annyira jó Amerikában. Na de nézzük, hogy mi van a dobozban. Ez vajon mi lehet? Hú, ez egy doboz? Az a neve, hogy Baby Secrets. De aranyos! Ez egy kád? Még nem tudom, majd kitaláljuk. Van itt egy nagyobb doboz is. Ennek is az a neve, hogy Baby Secrets. Van benne két kisbaba, egy fürdőkád, és egy babakocsi, de aranyosak. Több mint 50 van, amit össze lehet gyűjteni, de aranyosak. Ott búvárkodik egy. Van benne egy különleges baba. 4 éves kortól lehet játszani vele, legalábbis akkor ajánlják. Van rajtuk egy pelus, és a színváltós, és így kell majd eldönteni, hogy fiú vagy lány. Először a kádat megtöltjük vízzel, beletesszük a babát, és eldöntjük, hogy lánya vagy fiú. Szerintem onnan lehet majd eldönteni, hogy ha a pelusuk rózsaszín lesz, akkor lány, viszont ha kék, akkor meg fiú. Bontsuk ki! Hú, nézzétek! Vegyük ki a kádat. Ez olyan, mint a kisebb csomagban. Ugyanaz, mint a borítón. Annyira aranyos, hogy ilyen pici. És van ez a két kártya. Erre kell majd ráírni a baba nevét, hogy lánya vagy fiú, hogy mikor született, és az anyukája és apukája nevét. Azaz a tiedet. Kiveszem még a babakocsit is. Olyan szép színe van. Imádom a rózsaszínt, de ez a kék, ez olyan szép. És tud rendesen gurulni. Nézzétek, mi? Nézzük meg a másik két babát. Neki nyúszi füle van, mintha egy halloweeni kosztüm lenne rajta. Ő pedig zenét hallgat. De aranyosak. Szőke hajuk van és szőke szemöldökük. De cukik! Lehet mozgatni a két karját és a két lábát is. Olyan édesek. Így. Egy baba, még egy baba. Most nyissuk ki a kádat. Így itt alulról. Így mi? Van benne még egy baba, de aranyos. Neki is van egy ilyen lapja, amit majd ki kell tölteni. És itt van az összes baba, amit össze lehet gyűjteni. Több mint 50 van rajta. Mennyi aranyos baba! Vannak limitáltak is. Hú! Van, ami csillog. Ez nagyon aranyos. Most nézzük meg őt. Ő nagyon koszos. Ó, a festéktől. A kezébe van egy festőecset. De rajta van előke is. És valami pongyola a fején. Nagyon cuki. Tegyük őt is ide.
és nézzük a másik kádat. Így. Tetszenek az ilyen gyűjthető dolgok, mert minél több van, annál jobbat lehet vele játszani. Jaj, ő még teljesen kopasz. Olyan, mint én. Képzeljétek, hogy 3 éves koromig nem volt egy szál hajam se. Jó, azért 3 éves koromban már elkezdett nőni, csak nagyon rövid volt. Neki lufik vannak az előkéjén. Ezeket a lapokat tegyük oda. A babakocsit pedig ide. Most pedig ebbe a két kádba kell tenni vizet. Képzeljétek, anya mesélte, hogy volt régen egy olyan baba, ami hasonló volt, mint ez, csak az volt a neve, hogy Magic Baba. A Magic Babát viszont bele kellett tenni vagy a fagyasztóba, vagy jeges vízbe. És tök jó, hogy ezt már nem kell, mert ehhez már elég a szobahőmérsékletű víz. Itt az első babánk. Tegyük vele a vízbe. Mindjárt meg fog változni a pelusának a színe. Őt is. És most várnunk kell egy darabig. Addig elmesélem, hogy tegnap volt a tanévzárunk, aztán elmentünk palacsintázni az osztálytársakkal, és nagyon sokat ettünk. Fú, az biztos! Aztán még császkáltunk egy darabig. Tudjátok, bandáztunk egyet. Ja, bandáztunk. Egy játszótéren. Jó, és akkor mi van, ha egy játszótéren? Szerintem tök jól éreztük magunkat, nem? Dehogy nem. De aranyos, ő egy kislány. Beteszem őt a babakocsiba. Szia! És te? Te pedig egy kisfiú vagy. Látjátok? Kékre váltott a pelusa. Ez nagyon szuper. Most jöhet a másik két baba. Egyből átváltoztak. Ő egy kisfiú, ő pedig egy kislány. Nézzétek! Ő rózsaszín, ő pedig kék. Kisfiú, kislány. Ez nagyon aranyos. Így, itt van mind a négy baba. Most pedig megírjuk a kártyákat. Kezdjük vele. Neki fülhallgatója van, szóval legyen a neve DJ. A neme lány. És június 22-én született, azaz ma. Most jöjjön a következő. Neki nagyon festékes a teste, szóval legyen a neve Maszat, mert nagyon maszatos. A neme fiú, és ő is június 22-én született. Ő egy igazi rossz csont, mivel mindent összefestékezett. Jöhet ő. Mivel lufik vannak az előkéjén, ezért legyen a neve mondjuk Lufinda. Mivel rózsaszín a pelusa, ezért Lufinda lány. És ő is június 22-én született, azaz ma. Így kell kitölteni a lapokat. És most jöjjön az utolsó, aki úgy érzi magát, mint a Halloween lenne. Akinek nyúlfüle van, ezért legyen a neve Nyúl Péter. Nyúl Péternek kék a pelusa, szóval fiú. És június 22-én született ő is, mint a többiek. Ezért ők négyesikrek, és az anyukájuk és az apukájuk mind a kicsomi. És a szüleik pedig mi vagyunk. Így. Sziasztok! Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és kommentben írjátok meg, hogy legközelebb mit csomagoljunk ki. Sziasztok! Iratkozz fel! Nézd további videókat! Kövess minket Instán! Ha rajzfilmekre vagy kíváncsi, akkor látogass el a Kett csatornájára!